és Rossi azt a szerepet tölti be az életembe immár harmadszor, amelyik egy ilyen megülő, visszavonuló tanyám. Ez korábban szexárthoz kötődött, egyrészt magához a városhoz, aztán a város környéki tanyavilág, présházvilág, az is megvan még most vénységemre, hogy díszpolgárra választottak ott, kezdek visszaszokni ismét ehhez a városhoz, és közben különböző Dunántúli pontokon, főképp a Balaton környékén megültem egy-egy présházat munka szempontjából hosszabb időre Badacsony hegyen. Már így visszatekintve gyűjtögethetem magamban azokat a megülő kis tanyákat, helyeket, akár tengerpart mellett, vagy Balaton, vagy itt a Duna mellett, Kisorosziban, ez mind olyan visszahúzódó helyé lett az életembe. Gondolom, mint a szárazföld egy-egy biztos pontja, a nagy csavargások, vagy élethajózások után, ahogy József Konrád egy tengeren töltött ö, ö, csodálatos élet után nem messze a tengerparton Angliába, olyan messze csak, hogy legalábbis nagyon éles füllel a tenger moraját hallani, meg a, szaga. Meg a szagát, hallani, érezni lehessen, de sosem ment annyira a szárazföldre be, hogy elszakítsa magát a tengertől. Ez egy nagyon szép vallomás egyébként őnek egyik könyvébe. Szóval ilyen visszavonuló hely, de a legutolsó időkig azért fenntartotta magamnak a szabad létezésnek azt a sungját, meg hangulatát, hogy ez csak egy véglegesen ideglens hely mindig, amit a szárazföldön kinéztem magamnak, de föntartva azt a lehetőséget, hogy mint a madár megrebenti egy szél, vagy egy gondolat, fölszáll, és megy abba a közegbe, ahol tulajdonképpen otthon érzi magát, bármennyire is levegőszerű, megfoghatatlan ez a közeg, talán éppen ezt a megfoghatatlanságot becsüli az ember. És ebben a megfoghatatlanságból visszaszállni egy ilyen, egy ilyen kunyhóba, kisházba, a szárazföldre, ez tartalékban mindig kell legyen. Mint az ember gondosan úgy élne, hogy nem gondol a sírgödörre, amelyik egy véglegesebb laka az embernek, a, de jó tudni, hogy van egy hely, ahol ma el fognak kaparni. van a lokalitásnak valami fajta ős, ősképe, egy szexárdi fiatalember, vagy egy fiatal író, vagy egy, egy érett személyiségnek, aki nem véletlen az, hogy az előhegyet, vagy a kisoroszit kiválasztja? Nem, ezek nagyon pontosan egy olyan mélyen fekvő szerelemnek és kötődésnek tulajdonképpen a következménye, ami különböző változatban mindenkiben megvan. Például a feleségemen láttam, aki erdélyi származású, hogy mennyire lassan és nehezen tudott megbarátkozni, a nagyobb méretű... A síkföldi léttel, vagy mi? a síkföldi léttel? A síkföldi és a síkföldivel belesimuló domboknak a világába, amelyek nem hegyek. Az erdélyekben van egy ilyen... Hegymánia. Kedves lenézés a szembe. Ugye az erdélyi hegyek, ahogy a Dunántúli méretű dombokat, ők abszolút nevetségesen, nevetségesnek tartják, hogy hát nálatok, minden vakontúrást elneveznek, névvel látnak el, egyes dombokat. Ugye, amikor Szexádra lementünk először állíván, és akkor mondtam, hogy ez az óriás. Óriás egy, ugye hát egy domb ez a kávária, és sorba elmondtam a domboknak a nevét, és ő döbbenten humorral jegyezte meg, hogy ilyen vakontúrásokat Erdélyben el neveznek, nincs neve. te, mint szexádi gyerek, vagy mint fiatal ember, aki a literatúrával már nyilván olvasóként, vagy titkos fiatal regényíróként hamar megismerkedtél, de egyáltalán erről a családról, vagy erről a Babics Mihányról hány éves korod volval emléket, hogy ezt neked emlegették, ezt a Mihányt? Hát családilag mi úgy voltunk, hogy Babicsnak a szüleivel, Mind a, a nagyanyámék nagyon jó baráti kapcsolatban voltak. Például a nagyapám, a nagyanyám anyai? megismerések anyai? anyai annyira jóba voltak, hogy fiatal jogászként, fiatal emberként a családi életre való belső felkészülésnek a problémáját Babics édesapjával még fiatalon meglevelezték. Igen. Te? Nem, nem. Ja, te nagyapám. 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 Tehát ők közöttük nagyon korán elkezdődött ez a vidéki barátságosság. Nagyapám, anyai nagyapám ügyvéd volt Szexárdon, és uh, Babisnak az édesapja pedig, hát tudjuk, én bíró uh, volt. És ez a barátság hosszú ideig és hajnalkával uh, még uh, közvetlen kapcsolatot sőt, uh, gyerekkorukban uh, anyámnak is volt, aki ilyen emlékei a két család barátságát. És te uh, jártál abba a szép fehér ebeletes ház. Hogy ne? most emlékház. Tudom, én úgy is és uh, Később az én uh, már tulajdonképpen gimnazista koromba az özvegyem maradt uh, nagynéném, anyámnak a nővére, abban a házban lakott, hosszú éveken keresztül, uh, pontosan addig, amíg múzeumot nem csináltak ebből a házból, akkor lettek ők onnan kilakoltatva. Hányban és Hányban lehetett ez az 50-es évek, vagy 60 as Azt hiszem, az 50-es években pontosan nem tudom megmondani, hát ki van írva a házra, akkor re restaurálták a házat, rendbe mindent. Eléggé le volt robbanva, amikor a nagynéném lakott ott, de hát a unoka hugaim, unoka teseim, hát ott nőttek fel abban a később múzeummal, lett Babics házba. Úgyhogy én is valányszor újra bemegyek a múzeumba, vagy valaki vezet, akkor mindig megérint ez a, hogy, a két családnak a kapcsolata olyan volt, hogy később a még ilyen lakhatási szempontból is úgy összefonódott, és ez a Valahogy a kapcsolatomat is átszínezte azzal, azzal a házzal. Hát hiába ugye egy kis város összehozza nem csak szellemileg, hanem Bérség. tárgyi vonatkozásokban is össze tudja bonyolítani a, az embereket, és hát nekem ebből a szempontból, mondjuk úgy lélektanilag, pszichológiailag nagyon Szép és közeli érintettség az, hogy íróvá ö, ö, lettem én is, és hát ezen a szálon egy. egy Tehát igazából egy... az én kérdésemre az a válasz, hogy amióta az eszedet tudod, azt tudod, hogy ott van a Babics ház és ott van egy náladnál idősebb, valahova elszármazott, híres író. Hát nézzük, minden ilyen vidéki kis centrumváros, mint amilyen Szexált volt, ugye ez Tona megye fővárosa volt, automatikusan adta egy bizonyos Rég, körzetbe az ismertségnek és a kapcsolatoknak egy hálózatát. És hál' Isten, olyan módon nőt tudtam felnőni, Megvoltak a lehetőségek rá, hogy széles körben, szinte Tolnamegy és Baranyába átcsapó érdeklődési körönbe, a tágabb rokonság révén bejáratos volt. Amint az egyik nagynéném Vémindre került le, ugye ez itt Észak-Baranya-Tolnával határos sávjába, egy kicsi faluba, lett gyógyszerész, ahová hát például még 1956-ban is az volt a, egy menekülési pontom, mert amikor Pesten a rendőrség nagyon kezdett utánam járni egy, egy, egy bizonyos szálon, eljutottak hozzám, Ennél a nagynéném, illetve a kicsi faluba bújtam meg, és onnan nem, elég hosszú ideig nem is mozdultam ki, mert megfigyelés gyanúja vagy lehetősége alatt álltam. Szóval voltak ilyen uh, madocsa irányába, hát sárbogárt, szóval ez a nagyobb Tonna megyei körzet, amit egyrészt a családunk szálai beszűttek, aztán a családi meséléseknek a világa geográfiailag befogott. Tehát tulajdonképpen Szexád egy ilyen biztos megülési pont volt számomra, de nem csak Szexádra, redukálódott ez, hanem érdeklődésembe, élményszerzésbe, világis megismerésbe sokkal nagyobb területet, vidéki, Dunántúli területet adott nekem, amiből később nyilvánvalólag lélektanilag is így indokolt, hogy ez nyersanyaggá, anyaggá, humuszá tudott összeseprődni bennem az évek alatt, és ahogy figyelem, figyeltem, figyelhettem magamat, az idő tulajdonképpen az írói tematikámnak a szintre is ide koncentrálódott, vagy húzódott vissza. Valószínűleg ez az írói fejlődésbe általában így van, hogy egy széles öleléssel, valahogy mind, ahogy mindent kimondani akarunk, valahogy mindent materiálisan is birtokolni akarunk, az egész világot. Nem olyan életsors pálya, ez, mint mondjuk egy József Konrádi, aki amikor a tengeren ment, akkor a tenger önmagában metafizikusan, materiálisan az övé volt. A teljesség. A teljesség. Az egy más világ. Az egy más eh, eh, ez egy szűkebb világ volt, amit én magam módján úgy tágítottam fizikailag amennyire lehetett, mégis ezt a közép-európát sikerült majdnem Lengyelország déli részétől Balkánig valahogy befogadnom és belülről feldolgoznom konkrét utazásokkal, közvetlen ismerkedésekkel, Macedóniától Adriáig. <kül> hát ami az én életemből a kimaradt, az a világtengereknek a tágassága, de ez nem csak az én életemből, hanem historikusan és sorszerűen az egész közép-európai átlagemberből ez az élmény számunkra. Nem volt a adva, erről csak álmodozni lehetett. Hát én egy rettentő nagy szerencsének érzem édesapám eh, hivatásbéli legadott eh, millió, milliójét. Az, hogy Családilag, születéssel már tulajdonképpen kettőt sikerült megragadnom életembe, ebbe a korszakába. Egyrészt a, a pannon szellemiségnek és életmódnak ezt a húzatosan szinte, a földközi tenger térségének az atmoszféráját sejtítő Dunántúliságnak a közvetlen kisvárosi milliőjét, amelyik viszont karnyújtásnyi távolságban volt azzal a csodálatos Dunántúli dzsungel élménnyel, amit édesapám foglalkozása révén szinte Legkezdetektől fogva ebbe belettem avatva ennek a dzsungelnek a rejtelmeibe, mert ez a dzsungel egyúttal, mint minden dzsungel, tulajdonképpen egy olyan mélységes természet, közeliséget ad az embernek, különösen gyermekkorba, és ifjúkorban, amikor a barangolástól, az első rácsodálkozástól kezd egy minden urbánustól távol eső, archaikusabb világgal érinti meg a, az embert, aminek a hiányát egyre inkább idősödvén tapasztalom, ennek a hiánynak a negatívumait a mai fiataloknál, akik viszont a urbanizmusnak és a városközelségnek egy, egy sok negatívumával terhel. A média világ pseudó. Média világ. Tehát tulajdonképpen a sorsom úgy alakult, hogy nagyon-nagyon közelről, be voltam avatva a természet adta világ lehetőségeibe, de nem olyan módon bezárva, mégsem, amit én írói belső fejlődésem szempontjából fontosnak tartok, hogy ez a természeti világ az egyetlen, ami nekem adva van, ami viszont hát ismerve a, a, a magyarországi, társadalmi és egyéb viszonyoknak a világát rengeteg embernek csak ez, ez volt adva, és abból ki kellett törni. akkor mesélj a te panóniádról. Hát az előbbiekhez kapcsolódva az én panóniám betájolható gyermekkorba tulajdonképpen az édesapám munkaterülete területével befogott tájba, amelyik egyrészt egy kisvároshoz kötődött nagyon erősen annak a urbanitásához, polgári világához, tehát szexárhoz, amelyik nagyon szorosan és egybefűződve tudott együtt élni azzal a Dunántúli és Dunai dzsungelvilággal, amit énekem, édesapám munka, területe jelentett. És ez a kész világ abszolút... Ez a Siót is jelenti? Sió és e, A Siót nem nagyon. Ő Dunaibe ármentesítő társulat munkájával befogott nagyobb bátától szexárdig, illetve tonnáig terjedő területnek volt ő a főmérneke árvízvédelmi szempontból közel tehát ahhoz az igazi panóniához, amit Szexád mint város jelentett, amelyiknek a határvidéke nagyon gyorsan csúszott át az ártéri világba. Tehát 10 kilométer az egész, amit én a völgyi tanyámból egy pillantás alatt a nap minden pillanatában be tudtam, végig tudtam szántani. Mi az, hogy porkolá völgy, ne haragudj. Tudom, hogy ez ott a... laktál, de ez hogy függ össze? A Szexált ide. környéki Domvidéknek, Völgyi és Domboknak, stakató váltakozásába a Szexált környéki Domvidék, mint egy trónusról befogta a pillantás, a kesejűség terjedő, ez körülbelül 12-14 kilométeres nagy síkság, és egész a védtöltések erdős világához, amin túl kezdődött az az ártéri világ, ami mondjuk ennek a gyerekkornak egy urbánus és egy dzsungel világát választotta el mind a kettő rendkívül fontos, összefonódott tájélmény és életmód élmény volt számomra. Hát ennek volt az előbb kérdezett Gátörházi Központ, Kese is, és szexárd közötti életmód különbség. Erre mondtam, előbb, hogy én nagy szerencsének érzem, hogy ebbe a furcsa központi határ vidéken felnővén egyiktől sem kellett elidegenednem. Mond Miklós, van neked árvíz élményed gyerekkorodból, vagy kamaszkorodból? A téli vagy nyári árvíz? Hogyne, hát azok általában 5-6 évenként ismétlődtek, amikor a Duna olyan áradást produkált, hogy végig szinte szexáltól le bátáig árvizédelmi készültség. És mi, 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 volt a vadakkal akkor? Tessék? Mi volt a vadakkal? Hát, ami lenni szokott ilyenkor a tömegpusztulásnak egy egyrészt látványa és az állatok és emberek közös létezésének egy szép panorámája volt egy fiatal kor, koromban megtörtént iszonyatos áradás, olyan csodálatos eseményeket, hogy leszakadtak a bent az ár, árterületen, olyan tőzeges, nagyobb sziget részek, amit aztán az állatok maguk próbáltak a maguk önmentésére felhasználni, hogy mesebeli képek tárulhattak az ember szeme elé, egy ilyen leszakadt, nagyobb tőzegrészen, részen, ott szorongtak az odamenekült állatok rókától, ősztől, nyulakig teljes békességben, mert azért egy végszükség még az állati ösztönt is meg tudja változtatni és le tudja csitítani. Hát ezek egyszerűen mesébe illő alapélmények egy fiatal gyerek számára, amikor édesapám még ilyen árvíz védelmi útakra elkísérhettem. Csónakkal? Csónakkal? Őket Csónak? csónakkal és hát mentük ki kese isre, és a veszélyeztetett helyekre pedig mindig kiszálltak munkásokkal, ő meg a szakaszmérnök, és ott gyors intézkedésbe kellett tenni, mert hát a fő probléma az volt, hogy áttörje a gátat az ár, vagy nem. még családja délvidéki. Cservenkáról származtak el a dédszüleim, papfamília, akik később aztán Tolna megyébe, Madocsára, Sárbogádra kerültek, háttérbe inkább családi susmorgás, félig kimondott szavakból kalkulálható, hogy a háttérben valamilyen házassági dráma. dráma, drámák voltak, úgyhogy nem lehetek teljesen biztos, hogy én bennem nincs szerbeütés. Amire én természetesen későbbi fejlődés sem Során úgy döntöttem, hogy én erre büszke vagyok. Büszke. Semmiben nem szeretem az, a túlságos túlzásba vitt egy és egy egyökerűséget. Cservenkáról elkerültek Tonna megyébe, amit aztán én túl szándékosan, túl mitologizáltam a családnak a különböző... A széki, vál, Igen. Létével. Na most ugyanez a homály és bonyolultság édesanyám családjában is megvan. Ők a mészőjök? Ö, nem, a mészöi név apám családjának a Mészői ágából apai nagyanyámtól kölcsönöztem ezt a írói... Annak a lánykori neve? Ő, írói nevet. Apám, nem, apám nem, a nagyanyának van. a nagyanyádnak lánykori neve. Tetszik? Nagyanyád lánykori neve. Nem, apám még családjának... Apámnak az édesanyja volt Mészői, hát és én. Nagyanyád on... lássuk. neve. Igen. Jól mondom. Igen. Tehát a Mésző nevet onnét vettem magamnak, írói névnek. Van egy testvéred, a Dénes. Dénes, ő Molnár Dénes. Ő Molnár ő megtartotta... Dénes, tüdőgyógyász, főorvos. Igen. Ő megtartotta ezt a apánk családi nevét. Na most anyám családja szintén nem egyértelmű és komplikált. Ő Bilimből. Hol van? Csehszlovákia, Szudéta, német, Csehszudéta, német vidékéről származik. Az egy eléggé tragikus hátterű. Ezt is hozzávetőlegesen tudom, csak pontosan családi elbeszélésekből, és nagyanyámmal uh, halála előtt uh, tudtam erről néhány szóval beszélni. Ott is valamilyen családi uh, zűr uh, volt, uh, talán dédanyámnak volt valamelyik uh, Lobkovic uh, valamilyen uh, viszonylata, amit a családát uh, amennyiben... Nagyon finoman fogalmazott. Uh, igen. Nem, nem, kürtölt világá, de a belső csendes drámák megtörténtek, mert dédapám aztán tulajdonképpen ott fönt Bilin környéki elmegyő intézetbe került be. Akkor már a nagyanyám fiatal lánykorában Bilimből átkerült Magyarországra egy távoli rokonjukhoz, Szexádra, aki viszont egy 48-as Huszárkapitánynak lett a felesége, ez a távoli rokon, és ezekhez Bilimből nagyanyámat leküldték már egész fiatal lány korába, tehát itt a családunk közvetlen érintkezése kapcsolata nagyanyám Csehszlovákiába maradt rokonságával nagyjába gyakorlatilag nehézé vált, megszűnt, és ennek a csehszlovákiai rokonságmaradéknak maradéknak a tagjai átkerültek Németországba, különösen a Uh, második világháborús uh, uh, időszakban a legtovább élt uh, ilyen távoli tantém aztán Berlinbe halt meg, aki utolsó ideig uh, helyben maradt Csehszlovákiában, német megszállás alatt ismert, uh, a barátja egy zsidó ember volt, és utolsó pillanatig kitartott, közelébe, amennyire tudott, járt be a, a gettóba. A gettóba, és próbálta támogatni és segíteni, aztán szétszakadtak, még ez a kapcsolat is megszűnt, és akkor ő tulajdonképpen átmenekült Németországba, amikor a, a szudétákat egyébként is deportálták vissza Németországba, kiüldözték, és ott is halt meg. Miklós, akkor visszautalva egy korábbi gondolatmenethez, te egyszerűen genetikusan is ebbe a Közép-Kelet vagy Kelet-Európában, te abszolút otthon vagy. Azt mondja, hogy, hogy Nisztől kezdve Berlinig neked génikusan minden ismerős, nem? Valószínűleg ez a homályosan felrajzolható térkép, amit most mondtál, ez élő dolog bennem, egy kicsit irracionálisanak tűnhet így megfogalmazva, de pszichikusan ezek a határok abszolút átléphetők. Tehát ezért gondolom, hogy bennem, lélektanilag és evidensen tudott kialakulni ez a határok nélküli közép-európaiságnak az eszmei vagy érzelmi fölérzése. És az, hogy íróként ilyen fejlődő, belső fejlődési utat jártam meg, valószínűleg enélkül, a háttér nélkül nem születhetett volna meg. Ezek fiatalkorba és mindig bizonytalanul érvényesülő hatásként állandóan formálták a személyiségemet és a gondolkodásomat, ami az idők során és megvénően csak erősödött. És tulajdonképpen ez az a masszív, hátsó bázis, amire támaszkodva, egyértelműen és határozottan tudok ezeknek a kérdéseknek mai modern politikától megőrített és egyéb világába állás foglalni. A szexárdi Garai Gimnázium abban az időben páratlan, vidéki és nem csak vidéki, fővárosi szempontból olyan tanári karral és vezetéssel rendelkezett a legfontosabb stúdiumokba. Az igazgatónk nagyszerű latinus volt, és bekövetelte tőlünk, a latin nyelvnek egy olyan szintű ö, ismeretét, hogy muszáj volt erővel beleilleszkedni ebbe a stúdiumba. A matézis és a fizika világa azokat a ö, tanárokat ö, emelem ki automatikusan, amelyek a korábbi magyar oktatásnak a fő tantárgyai voltak mert latin, matézis, tudjuk az erdélyi oktatásnak, ezek voltak a és kollégiumnak a központi stúdiumai. És ugyanakkor Hence Béla révén a franciát és a magyar nyelvet olyan tudományos és tudósi szinten kaptuk meg Hence Bélától, aki az egész gimnáziumnak egyik szellemi uh, csillaga volt, később aztán uh, egy erdélyi gimnáziumban rövid időre áthelyezték, végül pedig a pápai református uh, gimnázium igazgatójaként uh, halt meg, uh, aki életem egyik uh, legmélyebb és leg, uh, legmelegebb barátságában. Béla? Béla. Uh, Hence Béla, akinek a fia a most uh, Ö, ö, neves ö, festő ö, Hence Tamás. A fizika matézis úgy áramlott belénk, hogy a, ezek az órák soha nem múltak el, tulajdonképpen a legmagasabb művészi szintű ö, lemezek meghallgatása nélkül, mert ö, zene bolond volt, ö, és a zenén keresztül Magyarázta és értette meg velünk a ritmus és a melódia vezetés grammatikáján, grammatikáján keresztül ismertette meg velünk ennek a fizikáját és a, a matézisét. Tehát egy matézis órát úgy elképzelni, hogy közben, Három-négy fantasztikus Bach-lemezt hallgatunk végig diákként, és közben matézist és fizikát ö, ö, tanulunk. Szóval ezek olyan módszerek voltak, ami számomra még mindig nagyon-nagyon felejthetetlené tudják tenni ezeket, mert a diák automatikusan fél a matekórától és a fizikaórától. Evidens. Zenét tanultál? Zenét? Zenélni valamilyen hangszer? Hát tanultam, nem iskolai szinten, mert az úgy, akkor még ugye volt a énekoktatással befogott zeneoktatás. 12-13 éves koromban kezdtem zongorát tanulni, Cigle Mártától Bartók első felesége élt Szekszárdon, <coughs> a férje az édesapámnak volt a <coughs> szakaszmérnöke, tehát baráti közelből, és körülbelül 5-6 évig tanultam tőle. Jó, jó tanárnő Zongorád. volt a Czigler? Jó tanárnő volt? Kiváló. Én voltam a Liebling. Te voltál Nem. Én voltam egy gyenge tanítvány, akit elsősorban a zene jobb megértése érdekelt a zongora oktatásba is. Nem, nem a gyakorlás. Az én, nem a gyakorlás. És, és nem a gyakorlás, és ezért egy életre hálás vagyok, hogy tulajdonképpen a zene értésbe vezetett be magas szinten. Hát azt hiszem, hogy a fő pontjait érintettük ennek az időszaknak most inkább valamilyen összegezésbe, egy visszapillantással, egy komplett egész teljességként maradt meg és él bennem továbbra is ez a világ. Azért mondom így, hogy komplett teljesség, mert szinte a kibontakozó és a fejlődő lélek számára valahogy minden fontos terület meg volt pendítve az életembe ebben az időszakban. Társadalmi, szellemi, a természethez való kötődések a legkülönbözőbb pontjai, tehát Gemenztől a gimnáziumig és az Urpszig, Szexárdig visszamenőleg egy nagyon sűrített formába, mégis egy olyan biztos térképként maradt meg bennem ez, ami hát idősödve, fejlődve, mind a mai napig egy olyan biztos támaszték tulajdonképpen ez az időszak az életemben, Uh, amit éppen most uh, ebben a életszakaszomban uh, egy olyan uh, háttérvilágnak uh, tudok magamba elszámolni, uh, most pillantok igazában rá, hogy melyek uh, voltak azok a biztos támpontok, uh, amelyek uh, abszolút uh, elkísértek az egész életembe. Ja, hát beszéltünk a tanáraimtól kapott szellemi útravalónak az emberi dimenzióiról, beszéltünk ennek a külső körülményeiről, hogy ezek mennyire, mennyire fontosak az ember életébe, és gondolom mindenkinek az életébe, hogy mennyire szuggesztíven tudtak ezek a emlékek berovátkolódni az emberbe, amit a maga idejében az ember nem is gondol. Mert ugyanakkor hozzáteszem, hogy iszonyatos belső energiák készítettek arra, hogy attól a világtól elszakadjak majd nagyon hamarosan, és egy úgynevezett szabadság. A légkörébe kormányozzam át magamat ennek a kicsit nevetséges elszakadási energiának a tulajdonképpen nem a hiába valóságát, de kicsit gyermekességét méri le az ember az időbe utólag, hogy ezek hiába való kapaszkodások, mert ahogy a organikus alkatunk őrzi a legelsőbb benyomásoknak, benyomások lenyomatát, ugyanígy vagyunk a szokásainkkal, és a legfizikálisabb szokásainka és legszellemibb kitárulkozásunknak későbbi kibontakozásá, Hozzá kötjük magunkat. Ez mind egység. Na most ennek az egységnek a fölismerése és közérzetbe való feldolgozása természetszerűleg időigényes, nem azonnal következik be, ez mindig retrospektíve tudat emberbe megfogalmazódni. Ö, ennek az időszaknak ö, olyan vonatkozásaira, amiről talán eddig nem konkrétabban volt szó, azok a társadalmi, emberi találkozások, a lányoktól kezdve, a szerelemtől kezdve, a természet, természetes érintettségének a effektusairól nem beszéltünk. Hát természetesen ami a szexualitás és a lányoknak ö, ö, a világát illeti, éppen olyan erős mozgatói voltak ezeknek az éveknek, mint a filozófiai érintettség, vagy a természetnek a természetes érintettsége. A lányok ebbe úgy, pontosan úgy beletartoztak, mint a fű, a fa, a virág, a filozófémák és a többi az érintettsége ezekből a lányokat kiiktatni nem lehetett. És nem is akarta az ember természetesen kiiktatni. Hát ebben a szempontból is azt gondolom, hogy ez a ifjúság képlet, amiről most itt fecsegünk, ebbe a lányok és méghozzá néhány kivételes teremtésnek a révén egy olyan beavatási időszak volt, amit elfelejteni nem lehet bármennyire is sok-sok évtized múltán visszaemlékezve és Úgy kell számításba vennem őket, amelyek a belső lelki és férfivá és emberi érésnek egy nagyon szerencsés iskolája volt. Mert ö, 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 nagy tévedés volna azt gondolni, hogy az ebbe a korba beszerzett partneri viszonyok, szerelmi ö, viszonyok, érintkezési viszonyok nem hagynak egész életünkre mély, ö, mély nyomot. Ö, ez is olyan dolog, ami később világosodik meg, hogy olyan apróságoknak, ami be lehet állítani, mint nevetséges és kamaszkori játékok. Ezeknek a, az egész életfolyamatot, ha mérlegre teszem, a távlati jelentősége sokkal nagyobb, sokkal erősebb, mint az ember ezt élete folyamán sok fázisban úgy gondolta, hogy mind hirtelen megszerzett és kivívott eredmények. Ennek a, a eredményességnek, a gyökerei igenis ebben az időszakunkban van, amit én mondjuk szexárhoz és a szexárd aurájához köthető emberi társadalmi viszonyhoz tudok még mai napig is. És ahogy írásaimban is visszemlékszem vagy megpróbálom újra felidézni ennek a pillanatnyiságát és... Erő viszonyoknak azt a köröttiségét mind, mind azt igazolja számomra, hogy nem volt semmi esetleges ö, tulajdonképpen ebbe hanem egy kohéziós belső rendé tud, tudja az ember további élete rendezni a, az első benyomásoknak ezt a világát. Hát a, ami a, mondom, a szerelem és lányok világát illeti, ennek a vidéki kisvárosnak az adott természetes, szokás, jog világa kétségkívül meghatározta, vagy határokat szabott ennek a érzületnek, vagy ennek a dimenziónak a kélésébe, mégis rendelkezett mindazzal a szép szabadsággal, ha még az korlátozott is, de az ember akkori életkorának megfelelő szabadságot tudott biztosítani. Talán ebben is mondhatom, hogy szerencsések voltunk, mert minden vidéki, kisvárosi, kispolgári, keret mellett is az érzelmeknek és az érzelmek kélésének igenis adott számunkra olyan keretet, amelyik nem a, a fegyelmezés és a kellemetlen belső fegyelmezettségnek a világát Eleveníti meg most számomra. Noha megfelelő adott keretek között, olyan végletek között tudott mozogni ez a szabadság, hogy például egy ilyen ünnepi és végle, akkori idők mértéke szerint egy kicsit végletesebben kiélt nagy gimnáziumi botrány idején, amikor egy szűkebb társaság keretében egy emlékezetes látogást, látogatást tettünk a szexádi sárga házba, a kuplerájba, ahol hát csodálatos éjszakát töltöttünk el, és hát ebbe egyébként az akkori. Gimnáziumigazgatónak igazgatónak a fia is benne volt, ami súlyosította és komplikálta nyilvánvalóan az egész kérdésnek a elintézését, a kicsapás és dorgálás és egyéb hát következményeket is beleszámítva. Sok minden belefért ebbe a korlátozott szabadságba, és felvetett olyan kérdéseket is, amelyeket különösen a fiatalabb és a már említett tanáraink is legfeljebb enyhe mosolyjal tudtak tekinteni, és nem pedig tanári szigorral, tehát itt éppen a mondjuk a gimnázium vezetése és igazgatói vezetésének a kínos Hozzáállása éppen az igazgató fia e, révén az egésznek a megítélését mégis afele tolta el, hogy egy rendkívül e, ilyen szigorúnak tetsző és szigorúnak megjátszott e, dorgálások sorozatai és elítélésbe csúcsosodott ki, de végül is a, a tervezett gimnáziumi oktatásból való kizárás, más gimnáziumba való áttelepítésnek a kezdeti ilyen végletes felnőttes tervei nagyon hamar hát... Adaktá kerültek. Igen. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy a nőkkel, a lányokkal, a nőiséggel való találkozásnak a aurája és a terepe is adva volt a legszélesebb és tágasabb keretek között is, mert végül is a városkába és a gimnáziumi rendjét mégis igyekeztünk valamelyes betartani, hogy ne sértsük, de nem volt akadálya, hogy ezen a területen ismereteink és tapasztalatainkat abban a természetes fiatal dinamizmussal mi szexádon ki ne volna a legkülönbözőbb kocsmáknak és találkozó helyeknek olyan árnyékába, ami kikerült ebből a díszvilágításból, amit mégis egy gimnázium automatikusan, természetesen megteremtett számunkra. De hogy az ellenkezőleg mégis, hogy emlékezetben ez milyen erősen és milyen más területen is megmarad benne, nem tudok másképp fogalmazni, mint hogy a tanáraink és a gimnázium által ebbe a városkába számunkra biztosított szabadság légköre, ahogy idősödtem, és ahogy most vissza tudok tekinteni rá, a legközvetlenebb összehasonlítás számomra mégiscsak az, hogy valamit megizleltünk abból a görög típusú, kezdeti és oktatási világnak a szabadságából, ami automatikusan nekem egy tanulmányomba uh, talán írtam is uh, uh, erről, az a szokrá uh, uh, sétálva világismerés, és világismeretnek a belső megvitatásának a légkörét idézi fel, ami nem volt abban az időben Magyarországon valószínűleg túlságosan általános, és egy-egy ilyen tanulóközpont, gimnázium központba fordulhatott elő, ez nem volt a Magyarországon az oktatás világába túlságosan népszerű. És azért hangsúlyozom mindig újra, hogy szerencsém volt kifogni egy ilyen társaságot és egy ilyen társaságba felnőni. Szeretném, hogyha valamiről, ami, aminek adva van egy ház, amit én az írásaidról, a regényeidből, van egy imaginatív képzetem erről a Molnár házról, ahol ami a gyerekkorod háza. Ugyanakkor ezt egy valóságos topográfiaként én nem tudnám leírni, mert az imagináció fénytörésében jön elő. Hogyha elég röviden vagy hosszan leírnád ezt a házat és ezt a kertet? Ez mindenképpen imaginatív marad, még akkor is, ha megpróbálom reálisan leírni, mert ennek inkább a reális lehetőség világa volt szexárdon adva, és azon kívül annyiban irreális, hogy ez egy családi és hivatali döntésen múlott, hogy nem következett be ennek a, a megvalósulása. Ami imaginációba ment át, az egy tervezett házvásárlás és telekvásárlás volt a hátterében, amit én már gyerekként elképzelés szerint felgazdagítottam. És tulajdonképpen ez plántálódott át az írói képzeletnek a világába. Egy, egy elképzelt ház. Igen. Mégpedig hát egy olyan helyen, ahogy ez a családáradásban is meg, megjelent később, imaginatív síkon, ez inkább a képzeletem realizálta, és népe szóval teljesítette ki, de ez valóságban nem tudott meg, megszületni. Tehát itt talán érdekes egybeeséssel, hogy mindig akkor vagyok otthon, Írásba is, meg elbeszélésbe is, ahogy sosem pontos az én elbeszélésem. Mindig belejátszik a belső formáló ösztönöm vagy kedvem, és egy mélyebb vonulatban próbálom fölidézni a saját múltamat. Ennyiben bizonyos mértékig félrevezető az ilyen. Kommunikáció és beszélgetés, amit most rögzítesz velem, mert ugyanakkor hozzá kell tegyem, hogy így volt, úgy lényeg szerint igazából minden, ahogy megpróbálom elmesélni, de ne próbál számon kérni rajtam a journalistikus leíró pontosságot és azt fordítani át, mert úgy nem igaz általában. A, a képzeletem vagy a visszaadó képességünknek a természete olyan, hogy bizonyos ferdítésbe vagyok hajlandó, és egyáltalán tudok a realitásról ö, ö, beszámolni. Ezt a feleségem ö, nagyon pontosan ö, ismeri, aki oknyomozó ö, módon. Ö, Szeretett mindig utána járni dolgoknak, vagy az én korábbi életemnek, és állandóan meglepődik az elcsúszásokon. És én mondtam, hogy ez a hazugság pozitív módon tartozik hozzá az igazság felméréséhez, enélkül, a csúsztatás nélkül semmi nem igaz. Mint ahogy az egyik pillanatomat követi a másik, és akkor már. Tulajdonképpen felidézetlen, csak retrospektíve tudom eh, idézni azt, ami lehetett, hogy valóság volt. Ez az egész valósághoz eh, tetenérés eh, problémámnak eh, eh tulajdonképpen a lélektani eh, gyökere is eh, Svájcsaufwitz eh, kifejezve. Tehát igazából nem tudok realista lenni. Ez az igazság. Ez minden konfessz... Csak Szuperrealista vagy. Minden konfesziómhoz igyekszem hozzátenni ezt, vagy legalábbis éreztetni, hogy ne várjanak tőlem egy olyan fajta méret szerinti biztonságot a leírásba, amit össze lehetne, egy elvileg, elvileg össze lehetne hasonlítani egy valósággal. Ilyen valóság létezésébe vagy masszívan kitartott rétezésébe egyszerűen nem hiszek. Időbe eh, helyezett emberek vagyunk, tehát olyan pillanatok összjátékát akarjuk felidézni, eh, amely pillanatok egyszer és mindenkorra a maguk megtörténtségének az állapotában és örökre elvesztek. Mindig vízfény, mindig vízfény, vízhang valami abszolút ö, ö, megtörténtnek egy szünten visszajátszásáról ö, van szó. Ez pedig, ez a gondolat nagyon mélyre visz, mind filozófiába, mind emberi, művészi ö, alkotás ö, ö, szempontjából. Miklós még mindig szexád. Az idegeneket is megbabonázza, ebből a géniusz lociból valami, ami úgy látszik, hogy túlmegy, és túl tud menni a históriai e, eseményeken és Épp most e, néhány hete voltam lent, egy nemrég oda került e, e, barát, és e, e, méghozzá pedagógus és vezető e, embernek, aki már néhány évi ottlakása után abszolút természetességgel, ugyanazokkal a gesztusokkal, kívánságokkal épül bele a mai szexárdba, már megvan a kis présháza, ahová ő kiár dolgozni, és mintha egy visszajátszott filmet látnék, új arccal, új beidegzésekkel, de régi törvényszerűségekkel működő világot találtam meg. Nektek is volt présházatok? Volt, ö, édesapám betegsége kezdetekor, aztán valahogy eladásra került, ami megmaradt, a nagyapai, nagyanyai présház, amelyik még mai napig is megvan, egy unaköcskösöm az élettársával ö, lakik ott, hát természetesen már megsoványodva a a szőlőterület az egy, egy, tényleg egy nagy, szép, szép, terület volt, egy nagy szőlőskert, amelyik a század elején még a, a, a bormintájával mintájával a párizsi a, a, borkiállításon, és még mindig ő, őrizzük a gyönyörű plecsniket, amiket a, 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 ezen a párizsi 900-as évekbeli a babicséknek is volt szőlője? Igen, nem messze a miénktől. Ugyanabba a... tagba, Ugyanabba a domboldalba. Azt szeretném, miután köztudott, hogy te a jogi egyetemre iratkoztál be, és a, a pályád érdekes módon onnan kanyarodott vissza tulajdonképpen az irodalomhoz, szeretném, hogyha egy kicsit mesélnél erről a szexárdi jogász világról, a hamis tanú sörözőről, ami ott a bíróság mellett volt, vagy annak közelében, a megyeházáról, tehát mindaz, ami szexárd és a klasszikus magyar jog kapcsolatát érinti. Ez egy általános uh, magyarországi társadalmi fejlődés a fázisa, a fázisának a térképe. Uh, mert a korábbi eh, magyar fejlődés, eh, az arisztokrácia, vagy a lecsúszott eh, fél, magát eh, arisztokratának megjátszó eh, réteg hogyan eh, alakult át eh, lassan jogászi eh, eh, vállalkozói, jogászvállalkozói társadalmi képlet, és ebből alakult ki tulajdonképpen ez a spét vármegyeházai társas és emberi, emberi közösségnek ez a világ, amelyiknek már egy, egy kiegyensúlyozottabb és lenyugodottabb fázisába születtem én bele, és ezt uh, fogadtam el, szoktam uh, hozzá, hogy elfogadjam, mint magyar uh, társadalmi képletnek egy uh, hangsúlyos uh, részét, egy vármegyei uh, uh, élenjáró város uh, társadalmát. Na most, uh, ez meghatározta azt a ö, egész ö, szellemiséget, ö, ami ö, ezeket a vármegyei ö, központokat, amelyek nem csak Tolna megyébe, is ilyen típusú ö, szolgálattévő és főképp jogi ö, műveltségű ö, ö, emberekkel, intellektuális réteget végül is ezek az emberek adták, nem csak Szexárdon, másútt is. Én a Szexárdin keresztül ismerkedtem meg ennek a rétegnek a pszichés mechanizmusával, emberi tartásával. Tehát ez nem csak szexárdi képlet, amit mondjuk a családárodásba vagy más írásaim, ilyen vonatkozásaival, megeleveníteni próbáltam, és talán ezt érzi meg a legkülönbözőbb tájakon az olvasóim, az ilyen típusú írásaimban, valami ismerőst tapint, izlel benne, ami talán lehet országos értelmiségi átlagnak, szelmi átlagnak mondani, mint ahogy bizonyos paraszt tematikák és problématikák általános érthetőségét is biztosítja Magyarországon az irodalomba, mert nem fontos, hogy az a Úr szolga viszony kimondottan Csongrádba ábrázolódik. Ugyanennek a viszonynak a belső emberi és lélektani visszhang világát pontosan úgy érzékeli és tudja az ország más területén is az olvasó. Önmagából táplálkozó és teremteni akaró író számára, mindig egy mélyebb ösztönzés a döntő. Nem amelyiket az a közeg, amelyikbe vagy beleszületett, vagy éppen adva van neki. Ez amire célzol a nyomozás és szembesítésnek, ez a játéka, és szembefeszülése egymással valószínűleg egyszerűen az emberi eh, alkatomból következik, függetlenül attól a milliőtől, amiben kényszerűleg beleszülettem, és tőlem eh, függetlenül. Tehát ezt magamének eh, kell eh, gondoljam, mert a közeg, amiben beleszülettem, és megismerni eh, volt, eh, Alkalmam tulajdonképpen csak egy közeg ahhoz, hogy én valahogy arról tudjak beszélni, ami engem személy szerint ebbe a mélyebb dimenzióba tulajdonképpen jellemez. Nem társadalomba, ö, ö, egy kivételes társadalomba beleszületett és elkötelezett valakinek gondolhatom magamat, hanem egy attól függetlenül, vagy azzal szembesülni, önmagamat szembesíteni akaró egyszer egy individuális lénynek. És ezt azt hiszem, ezt nyomozod a kérdéseddel, hogy milyen mértékig tudom magamat azonosítani ezzel a világgal, amiről beszélek. Ez az azonosítás egy, egy helyzetből tőlem független nülbő demonstrálódó helyzettől független valami. Az én írói mondani valómnak talán a lényege, egy lépcsőfokkal mélyebb keresem önmagamba az én emberi létezésem, ...nek az indokait, és a, hogy milyen közegen keresztül tudok erről hírt adni, az természetesen ki van szolgáltatva annak, hogy én effektíve fizikálisan mibe is születtem bele. Ez egy bizonyos mértékig teher, kikerülhetetlenség, ugyanakkor hallatlanul gazdag olyan szempontokat adott nekem emberileg is, de nyilván az írásaimba is, hogy ezt kifejezése jussam, jussam. Na most nekem adott volt egyáltalán ez a jogi struktúrákba, társadalmi és egyéb értelemben egy olyan Városnak a, a az anyaga, a, mati, a, a anyaga, ami amin keresztül eresztve tudtam erről számot adni. Arisztokratának a, 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 a születek teljesen véletlenül egészen más a, a, a szövődésű irodalom és konfrontáció a, a világ. A, 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 gon keresztül tudok arról beszélni, amit a magaménak érzek, függetlenül attól, hogy arisztokrata vagyok, hanem azért, mert én, én vagyok. Volt Szexárdon egy kicsi könyvkereskedés, Friedman bácsinak a könyvkereskedése, aki pult alól juttatott kezembe olyan könyveket, amik túl, talán túl korán kerültek a kezembe, de minden esetre alapvető hatást gyakoroltak rám. Ő idegen légióból visszakerült ember volt, és egy csodálatos kis antikváriumot hozott létre Szexárdon, is francia, főképp francia és magyar nyelvű, antikvár könyvekkel foglalkozott, és én ott a pult alól bányáztam ki a rejtek könyveket, és így akadtam rá nála Berzo. a Berzonnak a idői szabadságára. És ez alapvetően telibe talált engem, ez a könyv is egyáltalán a filozófiának ilyen e, tálalása, amit ebbe a könyvbe, amivel természetes, amikor megvettem, talán 14 éves koromban, e, talán negyedét, ha értettem, de az egésznek a gondolkodási pátosza, és a magas, és, lég, lég, és magas légköre, lég. az iszonyatosan e, megfogott, és tudtam, hogy e, amikor az ember halálpontosan érzi, hogy még nem értem, de itt bánya van. És számomra ez meg lesz, és elérhető lesz, és nem tévedtem. Mindenesetre az ő Bergsonnak ez a korai, aztán ezt követte későbbi olvasma, korai olvasmánként a Teremtőfejlődés és a többi kötete, amik Hát számomra nagyon jelentős találkozás volt ez a elvont gondolkodás prózai világával, mert automatikusan követték, hogy az egész otthoni könyvtárunkat ilyen szempontból más szemmel kezdtem szálazni, bár ilyen szempontból otthon kevés könyvet találtam ami ebbe az irányba vitt volna, apám inkább ö, ilyen ö, gazdag ö, utazási könyvek ö, könyvtárával rendelkezett. Apám ö, baráti ö, társaságába hadnagy Bercinek, a Levél Szexádi Vármegye, levél levéltárosának a bátyja, feltalálóként, neves feltalálóként élt Párizsba. És egy magyarországi szexuális látogatása kor lehetőséget csillantott meg, hogy volna összekötetése, hogy a szorbonra beiratkozhassam. És felajánlotta, ez aglegény volt, ez a hadnagy, Béla azt hiszem, hogy ott lakhatom nála Párizsban. Hát ez nekem egy olyan kapunyítás és egy olyan álmodozás kapuját nyitottam meg előttem, ami hát egész háborúig a há megvalósítás, lehető megvalósítás pillanatig kitartott bennem, és aztán... De te 40-ben nem? 39-ben. 39-ben, -39 vagy 38-ban. Tehát tulajdonképpen egész addig kitartott, és akkor vált lehetetlené a dolog, és ami aztán visszajátszott nekem, amikor Berlinbe, Poroszországból eh, külvén gyalog, háború végén a lebombázott és megszállásra váró Berlinbe újra problémaként merült fel bennem, hogy ott várom be a fogságbeesést, és Párizsba próbálok kikötni, és hosszú töprengés után akkor úgy mondtam le, hogy apám, anyám akkor már tulajdonképpen eléggé betegesek voltak, bátyám fogságba volt, ami aztán elhúzódott majdnem 8 évig, apám, még egyedül voltak itthon, úgyhogy végül nem volt kellő lelkerőm úgy dönteni, hogy... Mert éreztem, hogy az én Párizsba távozásom végleges lesz, és hát nyilván egész ma <kül> döntöttem ekkor, mert ha nem itt véletlenül odakint is Szorbonra akartam menni, irodalom, filozófia szakra, hogy író lett volna belőlem. Netán, hát nyilván nem magyar író vagyok ma, de nem tudtam dönteni ez mögött a háttér problémák miatt, és hazajöttem. Én a, az elsődleges valóságra kérdez, kérdezek rá, vagy szeretném, hogyha. Édesapádról, édesanyádról, bátyádról, talán a nagynénikről, nagybácsikról, úgy beszélnél, hogy, hogy valamit lehessen érzékelni abból, hogy ez a Molnár család milyen életet élt, milyenek voltak a hétköznapok, milyen volt ennek a világa. Hát a család problémája ilyen egyenes rákérdezésben nem egy egyszerű probléma sem társadalmilag, sem egyénileg. Mert egyrészt érzékelnünk kell különösen egy egy véglegesebbnek látszó meg, írói megközelítésben a család mai helyzetének és kérdése megfelelőképpen sok dilemmát kerít felszínre. Hát ahogy nagyon személyesre hegyeztet ki a kérdést, nyilvánvalólag van eltérés egy szociológiai, pszichológiai konkrét megközelítés szempontjai, és egy íróilag, Vállal, vállalható és vállalni akart megközelítés között van különbség. Kérdéset közelíteni akar a, egy reálisabb, nem irodalmiasított értelmezés felé közelít a kérdésed. Erről természetesen a racionális véleményem bizonyos szempontból más megfogalmazást igényel, mint amit irodalmilag számomra és magam számára követendő célként tűztem ki magam elé, mégpedig azt, hogy egy mindenképpen elmúlt és elmúlni látszó családról igyekeztem körképet, egy lelki rajzot, irodalomba megteremteni. Ez nem pontosan fedi azt a realitás térképet, amit akár személyes tapasztalatból is, mindennapoknak a vetületébe én a ebben a felsőbb és mulandóbb rétegben tulajdonképpen megtapasztaltam. Tehát itt az előbb említett elcsúszásnak, a csúsztatásnak a momentuma is természetesen közre játszik. A szónak nem ebben az értelmében realizmussal közelítettem a család és a család által felvetett problémáknak a térképét, nem így próbáltam megközelíteni, hanem egy mélyebb dimenzióban maradandóan. A közvetlen benyomásaim nem egyértelműen pozitívak. Akár a saját magunk családi problématikáját tekintem át, amilyen, amit egyből, egyből, egybe nem kívántam központba állítani, és a írói célkitűzésem sem az volt, hogy egy speciális sem mutatkozó tragédiák és, és komplikációknak a térképét rajzoljam meg íróilag, hanem a család által felvetett és a magyar Közegbe eh, helyezett eh, térképét, általánosabb térképét rajzoljam meg. A kérdésed mindenképpen eh, személyes eh, megközelítést eh, céloz eh, meg. Ebbe igazából és őszintén eh, nem nagy kedvel. Eh, megyek bele ennek a te vitatásába. Nem, nem, is hiszem, hogy ez, hogy ez, akár hagyjuk is ezt, én úgy érzem, hogy, hogy az a lényeges, amit te íróilag ebből az anyagból megformáltál, és a tényeket pedig hagyjuk a tények. Most hagyjuk a tényeket. Viszont van még, még és, és a gemenci erdővel, vagy azokkal a nagy síksággal, ami ott nyílik a aliszka alján, hogy Mesélj egy kicsit arról, az, arról a fiatal fiúról, arról a kamaszról, aki megkapta az első flóber puskáját. A gyermekkor, az erdők, a természet és egy bóklászó vadász, kamasz életéről valamit tudnál mesélni? Hát, ha így módosítod a kérdést, akkor felszabadítasz az alól, hogy a Családi, személyes családi világunknak a hullámzásairól hírt adjak, amit talán nem tényleg igazad van, nem tartozna egészébe ide. Amit milliójébe a családnak a közege és a mi családunk szokásvilágának a közege mégis biztosított számomra, és irodalmilag termékenyé tette számomra, valóban rendelkezett sereg olyan aprósággal, amelyik nem volt mulandó az időbe. A konkrét adottságokat figyelembe véve ami a családi és dinamikusan fluktuáló és élő családi életből, ami igazán maradandóan megmaradt számomra, mint írói nyers anyag is, valóban rendelkezett temérdek olyan dologgal, nem tudom, hogy ezekről egyáltalán ezek érintve szóba kerültek eddig, de amik igazából az emlékezetbe és az időbe tartósnak bizonyultak, azok a kélési formák és azok az élményforrások mégis megvoltak adva ebbe a családi felállásba, amelyek túlélték az időbe ágyazott kisebb-nagyobb tragédiák és zsákutcáknak a világát, is egy ilyen beszélgetésben talán ez a fontosabb. Ez történetesen az, amit itt a kérdésbe is céloztál rá, hogy spontán és természetes lehetőséget adtak olyan családon, család életébe bekombinálható történéseknek a esemény sorába, amik aztán meghatározók lettek, tényleg számomra. Ilyen a vadászat is? Hát ilyen a vadászat tekintettel, hogy a családom és általában a kisvárosának a, a, a nagy része számára, a vadászatnak majdnem egy mitizált légkörét is feltételezte, amiben természetesen egy gyerek, egy felnövekő gyerek nagyon otthon tudta magát érezni, és ki tudta egészíteni a képzelődéseinek, fantáziá világának a legkülönbözőbb területeit. Apámnak például egy. Egy korai nagyon kedves és szép, és ugyanakkor ilyen tanító, nevelő, célzatú, gesztusára emlékszem, hogy a vadásztárs, kis vadásztársaságuk tagjaival eltöltött esti Présázi borozgatása után késő éjszaka, mert valahogy. Én is átvészeltem ott, hol aludva, hol ébren közöttük ezt az estét. A mély szurdikon, Benedek szurdikon tértünk haza, éjszaka, holdfénybe, egy eléggé mély szurdikba, Benedek szurdikba, eh, ahol eh, természetesen ebben az éjszakai világításban eh, az árnyékok, fények, játéka, holdfénybe olyan volt, ami tele volt a félelem és a félelem keltetésnek az összes lehetőségében. És én valami kicsi lehettem, valamitől rettenetesen kis vizuális részlettől megijedtem a szurdik falába, ahová a kimosott gyökerek, olyan konfigurációba álltak össze, amit én arcá kombináltam, képzelektem magamba, és megijedtem. És apámnak volt egy fantasztikusan szép, lélektanilag nagyon-nagyon okos reflex mozdulata, észrevette rajtam ezt a félelmet, talán valami hangot is hallhattam, hogy spontán mozdulattal fölemelt, közelebb vitt a szurdiknak a falához, és ahogy engem tartott, valahogy meggyújtott egy száz gyufát, és bevilágította azt a pontot, amit én kritikusnak tartottam. Ahol én az arcot, az arcot láttam. És a fénybe kivilágosodott a lelógó gyökérpofáknak a konfigurációja, és egyszerre valóságá, realitásá lepleződött le ennek a víziónak, számomra víziónak a térképe, és oda vitte a kezemet, hogy fogjam meg a lelógó gyökeret, meg a gyökérpofákat, szakál. Ja, de jó, de jó. Na most ez elsőrangú nevelés, és semmi Szavak el nem hangzottak. Egész egyszerűen egy primitív, de nagyon bölcs szinten konfrontáltatott valami sokkal bonyolultabb, ami bennem játszódott le. Ez jó gesztus volt. Az ilyen gesztusok egyébként, és felismertetések, azok, amelyek aztán szinte halálig tartó. Útravaló, Erős útravaló. hatás, útravalót tud adni az embernek. A gesztusa még mai napig is úgy él bennem, és annak a gyökér gyökérpofának a leleplezett valódisága. Szintén egy áttételes fölismerésé tudott később értelmi szinten válni, hogy Általában a megmagyarázhatatlan, egy más szemszögből és más megismerési e, úton egészen más tud jelenthetni az ember számára. Tehát egy processzus. Hirtelen e, ez bennem később úgy maradt meg, hogy ezeken a periódusokon minden észrevésünk, minden Eredményvilágát át kell világítani, és csak úgy tudom megadni, úgy tudok közölni bármilyen, bármit erről az élményről, ha azt kezdettől a felismerés pontjáig ilyen indítatással mutatom be. Hát te is bevilágítod a gyufára. Igen, ha én is. Tehát valahogy személyesé tudott válni bennem egy ilyen apróság révén az, ami később tulajdonképpen munkametódussá tudott nem esedni és fejlődni bennem később. Szóval ilyen elképzelhetetlen finom esetlegeségeken múlhatnak későbbi kiteljesedett képességnek a, az egész bonyolultsága és világa. Szóval ezt jó szülői útra valónak érzem. Még a vadászattal meg ezekkel, ezzel függ össze, hogy nagy baráti kompániába éltél. Tehát voltak a, az összejáró családok, illetve a vadásztárságnak a a gyerekei, vagy, vagy a hozzájuk kapcsolódó gyerekek, vagy a nagy bandázások ott a, ott a sió környékén. Nem nem volt ez? Ez is egy nagy élet, az atlétában, ennyire, atlétában ennyire... is, el, lehet, hogy ez fiktív, a drahos illikót is beleértve, de mintha lett volna egy ilyen, ilyen baráti közeg ott a te gyerekkorodban. Volt, kétségül szemfeltétlenül. nem feltétlenül, a apám és apám vadász barátainak a társasága adta, de kétségkívül ez egy kohéziós pontja volt ennek a körülöttünk és körülöttem kialakulhatott fiatalok barátságának. Egyrészt apáméknak meg volt a nagyon különböző érdeklődés, de a vadászatban mégis egymásra találó Kompániája, és egy kicsit hasonlóan laza és távol es, távolabb eső baráti körökből verbúválódott fiatalkorú társaság volt körülöttem, és ebbe tényleg nagyon otthonosak voltunk, bizonyos mértékig ezt eléggé történelmileg pontosan lehet rekonstruálni a, a, gyermek vagy kamasz kori irodalmi rajzaiból is, mert ezek a szereplők, irodalmi szereplők mögött tulajdonképpen mind fel kinyomozható, és számomra... A nevek is ismétlődnek. Ismétlődnek, nem véletlenül, mert az emlékezetem, hogy forgatja, mindig újra előkerülnek, és nincs mindig, és nem a volt drahos mindig. Illikó, hát az e, nagy le, fogalom. Igen. E, nem Férfi volt olvasók le. számára különösen. Igen, igen. Ami lehet, hogy... Mert olvastam aztán később, ugye, hogy a hasonló ilyen kamasz élményvilágból, Eszterházi... Elvette a Drahos Ildikó. Igen, szóval megragadta a képzeletét, tehát a név is ráépített egy teljesen... A függő, a függő. Igen, ráépített egy teljesen más korosztály is, társadalmi milliónek a, hogy hívják. Ez csak azt mutatja, hogy ami ilyen erősen meg tud gyermekkorból maradni, az ember név szerint is jelezhetően, az mégiscsak valamilyen az emberi érzelem és kapcsolódás viszonyokban valamilyen őstípust úgy látszik körülrajzol, hogy kölcsönözható. Neki az őstípusok kölcsönözhatók, kölcsönözhatók egymásnak, szóval kibomlaszható belőle egy más élet és világérzésnek a világa. Igen, igen. Hát ő a, az Eszterházi ebben a függőben tulajdonképpen egy brillíroz, mert Kosztolányitól, Csától, Mészőjtől lopkodja össze a neveket, a lopkodja természetesen vastag idézőjelbe, de ez egy nagy mixtúra a különböző magyar íróktól igen. átvett nevek és motivikáknak a új variációba való igen, megpörgetése. Igen mond a Dénes nevű bátyád, őről mindig olyan kevés szóval, ő nem tartozott ebbe a kompániába? Bátyámmal valahogy a felnövekedésünk teljesen más pályát futott be, amivel együtt járt, hogy az ő baráti köre teljesen máshol. Ő fiatalon doktornak Fiatal, Már fiatalunk ér. közöttünk egy más fejlődési pálya kezdett alakulni, aminek meg volt egy ilyen kisvárosba, bármennyire is nehéz volt ezeket ennyire szétválasztani, de az alkati különbségünk involválta ezt, hogy így alakult ki. Őnek itt a mi társaságunktól majdnem személyekre lebontva egy teljesen más jellegű bandában vagy ismertségi körben tartozott, és ezek nem nagyon keveredtek a mi ifjúságunkba. Te ezt az al szót mondtad, hogy én hát nem tudom, hogy én miért gondolom ezt, de biztos volt már akár az Ali, vagy valaki a rokonságban, aki, aki, erre pontosan, hogy nekem az az érzésem, hogy te az édesanyádra hajazol inkább, és a dédes apádra, nem? Már így egész karakterben e, vagy. Hát egy bizonyos értelemben így igaz amit mondasz, valóban alkatra mélyebb fekvésben, érzékenységben, képzeletben, szórakozásban közelebb lehettem, s voltam végig anyámhoz. Apámnak eh, eh, a eh, szórakozás és foglalkozás világa volt az, amit viszont én kerültem szinte közelebb, mint bátyám. Aki a vadászatra teljesen és a vadászattal együtt járó egyéb mitológiákra, mitoszokra tulajdonképpen süket volt. Engem érdekelt, és talán lehet, hogy háttérmozgatóként ez is közrejátszott abba, hogy ugyanakkor én íróként éppen apám világának a mélyebb megértésére törekedtem, és abba való elmerülésbe, útján haladtam tovább a társadalmi bemutatásba. Mert nem az a kisvárosi világ és társasági... Élet érdekelt, ami felé talán a bátyám jobban vonzódott, én inkább apám vonalán. Akit viszont az előbb mondott okból eh, tulajdonképpen nem olyan eh, értelemben volt eh, apám eh, egész lelki lelkialkata közel hozzám. Apám rendkívül eh, introvertált volt, és eh, csak módjával tudott közvetlen lenni. Még ha számon is tartom, és fontosnak tartom ezeket a gesztusokat, üzeneteket, amiket éppen rajta keresztül. Apámmal élete legvégső szakában, erről is írtam, amikor ő morfinista lett, volt vele Későn, későn a... Beszélgetés. Ö, olyan beszélgetésünk, amelyik tulajdonképpen a mélyebb megértés és emberi megértés, ez tudott közeledni ö, ö, közöttünk. Ezt viszont már bátyám ö, nem érhette meg apámnak egy ilyenfajta belső, pszichés és lelki változását már abban az időben. Ő akkor már fogságban volt. 1939. szeptember 1 -e. Mondj valamit. Mint a Pontosan nem tudom, azt hiszem, akkor már fenn voltam Pesten. Akkor dőlt el tulajdonképpen annak az előbb említett problémának a eldöltsége, hogy mennyi lehetőség van a Párizsba való uh, kiutazásom, de hát abban az időszakban uh, a behívás és a egyetemi uh, idők uh, annyira uh, a behívás lehetőség és maga az egyetemi idők egybeesése nagyon bizonytalanul uh, volt uh, számunkra átlagban uh, Jogilag elintézett dolog az, hogy kinek van lehetősége és, le, és lesz lehetősége ebbe az időszakba egyetemi tanulmány céljából külföldre menni, mert mi számításban voltunk véve, tulajdonképpen a német hadsereg megindulása után egy meglehetősen közeli behívás lehetőségére igyekeztek itthon tartani bennünket Magyarországon. Tehát nem volt olyan egyszerű, bár sokaknak sikerült éppen ezekbe az időszakba nyugatra menni, mint például Sőtérnek, meg Istvánnak, meg többieknek, valamilyen idősebbek, Épp e, ebben az időszakban mentek ki nyugatra, és vagy ragadtak kint, mint Hubai hevesi, Miklós. Heves, hevesi, heves, hevesi András. Az egy más generáció, és ők előbb uh, elhagyták az országot. Tehát akik már elkezdtek egy ösztöndíjat, vagy valamit nyugaton, azokat nehezebb volt abból visszakényszeríteni, mert állandóan számolni kellett azzal, hogy a az emberek, fiatal emberek is jövőbe gondolkodtak, és láthatták, hogy mire jönnek, mire jönnek vissza a hivatalos vagy engedélyezett korábbi kiküldetésükben. Hát ez volt a helyzet, ugye akár Sőtért veszem, vagy Hubai Miklós, aki át nyugodtan végülte Svájcba a háborús időket. Akik ebbe a döntési fázisba itthon voltak, és tanulmány kezdés előtt voltak, legkülönbözőbb sorsvariációkat produkálja ebbe a velem egykorú, kiknek így sikerült, kiknek úgy. Én a fegyelmezésnek egy olyan hullámát fogtam el, hogy nem tudtam egyeztetni a apámékkal való mellett való maradást és a végleges távozásnak a kockázatát nem tudtam magam számára másképp megoldani, mint úgy, hogy elfogadtam ezt a háborús, háború előtti, háborunk előtti kényszerhelyzetet. Mi voltunk az a nemzedék, az a korosztály, akiket kálai megpróbáltak a korábbi behívás alól mentesíteni. Ez egy finom ellenállás volt a hitleri politikai szugeszió fele, hogy ezt meg ezt csináljuk, de már újabb korosztályokat, katonákat nem adunk el. Na most ez ö, számolódott fel, ö, bomlott fel ö, 40, a német ö, bevonulással, amelyik egyértelművé tette a mi sorsunk alakulását is. Addig libegtetett volt a magyar külpolitika katonai szempontból is a sötétség és becsületettség között. Ö, ez 40... Kálai kettős. Ez volt a Kálai 2 Hát természetes, hogy ebben az időszakban ami sors, a mi saját sors értelmezésünk és aktivitásunk is szinte hétről hétre változott. És hova vonultál be, 44-ben? Hajmáskére hívtak, be tüzér, kiképző lágerbe, ott töltöttünk egy vagy két hónapot, és akkor egy transzporton, lezárt vagonokba kerültem ki Poroszországba. Stargard? Stargardba, és miután azt a tüzérkiképző tábort, a németek egyik legnagyobb kiképző tábora volt, mi voltunk az utolsók, akik elhagytuk a tábort, a mi feladatunk volt a tábornak a felrobbantása mert annyira közeledett a front, hogy ezt ők biztosra vették, hogy fel fogják adni, tehát el kell pusztítani. És akkor következett be egy ilyen kétségbeesett, egy gyors páncerfausztal, Fausztal való bevetésünk a frontra, ahonnan aztán az más történet, ötöd magammal megszöktem, és uh, gyalog uh, nagyjában is főkép uh, gyalog uh, sikerült uh, az északi Reisautóbánon Berlinbe uh, menekülnem, ahonnan Akkor már kemény tél van? Akkor már kemény tél van? Kemény Kevén tél van. Hát hát ez, ez szörnyű hideg tél volt. Eh, ez tulajdonképpen uh, 40... 44. december második fele és 45. januárja volt. Bombázták akkor már Berlin Bombázták? Hát Berlin akkor már lényegében le volt bombázva, hát már csupa tűzfalból, meg kémény. Ebben a romvárosban Rom mit csináltatok, mit kóvályogtatok, hogy hol aludtatok? Hát ez a város ebben az időszakban már a föld alatt élt. Kuprától kezdve a gyors kezésig és minden. Minden szóval a föld alatt élt a város, az összeomlás teljes utolsó fázisát lehetett mindenbe, az ellenőrzés hiányossága tehát beleértve. Tehát ez egy a szabadulásnak egy ilyen nagyon kétes, de mégis eh, meg, azt megcsillantó légköre volt, ahol eh, mondjuk eh, eh, lelkileg is eh, felmerülhetett az emberbe, hogy itt várni be eh, vajon a mi számunkra észszerű a... Teljes összeomlást az összes veszélyével együtt, vagy pedig hazajönni. Úgy döntöttél, hogy nem ott esel fogságba és reményeid városába nyugati hadifogot. Hát a, el, amire elébb céloztam, szüleimnek a betegsége és apám köre, közel, valóban közeli halála, amit én éreztem előre, a bátyám akkor már orvosként esve fogságból Budapesten egy operációt megszakítva vitték el valamilyen magasrangú orosz tisztet vagy vezetőt megoperálni, és ami folytatódott aztán kilenc évre. 9 évig tartó fogságával, elvitték fogságba. Ezek a körülmények már, hát nagyon erősen az én berlini néhány napos hezitálásomat. Tudtál tudd, arról, hogy a délesen mi van? Voltak ilyen magyar csatornák, amik, amelyek hoztak híreket Magyarországról, mert amíg lehetett a Magyar Rádió bizonyos üzeneteket állandóan újra mondott, és ezen a szálon én tudtam szexárd akkori sorsáról, hogy már majdnem teljesen leszakadt a magyar fennhatóság alól, tehát nekem, ha hazamegyek is, át kell szöknöm a frontvonalon. Tehát sok negatívum volt, szempont volt, ami ellene szólt, hogy én itthon keresem a tovább, hazajöjjek, vagy pedig maradjak kint, és ott várjam meg a kollektív összeomlásnak a pillanatát, amiből ha élve maradok, mert Berlinben azért ez is kérdéses volt, hogy egy ilyen milliós városban éppen az leszek aki, aki ezt megúszza magyar egyenruhába. Volt neked valami rangod? Semmi. Karpaszományos, hát közben, volt. karpaszományos Vagy... Hát karpaszományos voltam, hát menet közben, ami már a szökése miatt utol sem érhetett, mert volt egy ritmikus előre lépés, nyilván bennünket is, mint karpaszományosokat léptettek valamit elő, de hát én <coughs> büszkén közlegényként. Molnár, -Molnár közlegény? Igen, jártam végig az útamat, és hát ott volt ez a választásnak, ez a nagy lehetőség, amit hát az elmondott okok miatt nem tudtam magamban lelkiismertek elszámolni, hogy ennyi kérdőjelet, kérdőjeles szituációt magam mögött hagyva egy véglegesnek látszó életdöntést hozzak. Mert én úgy éreztem, hogy ha ilyen áron is, de ki tudok csusszanni és Párizsba kerülök, ez nem lesz lelki erőm, sem belső elhatározó képességem, hogy új élettervre állítsam át magad, amikor ott vagyok a küszöbén annak, hogy tanulhatok, életet kezdhetek kedvem szerint. Tehát ez egy tipikus, majdnem erkölcskönyvbe példakép hozható dolog, egy hogy egisztencialista, hogy ez egy olyan döntési szituáció, hogy most melyikre teszem a nagyobb hangsúlyt. Csak rossz tulajdonképpen belső önmagammal szembeni rossz lelkismerettel döntöttem a hazatérés mellett. És e fölé tudott emelkedni egy ilyen valamilyen, még egy, egy másfajta egzisztencia. Kár, hogy azért döntés. Te a drámaírói pályádat a bunkerral lényegében befejezted, hangjátékokat csináltál, mert ebbe egy olyan igazi drámának a magja. Igen, hát Van tovább, meg. önmagammal szemben bizonyos százalékban negatív módon döntöttem. Eleve eleve számol. Önsorsrontó. Igen, igen. Miklós, volt valami hamis menet parancsotok? Mert azért Berlinből elindulni hazafelé, az kell valami bumága, nem? Hát ezt még Grossborgon, mielőtt a lágert és vele a mi századparancsnokságunk irodáját felrobbantottuk, én ott loptam ilyen ö, ö, papírokat, amiket kitöltöttem, és hajomáskére vissza Bezégyel. irányítottam magamat és még négy ö, bajtársamat, és ez ö, tulajdonképpen sikerrel tudott működni egészen hazatérésünkig. Hát felmondta a szolgálatot, az utolsó pillanatban, amikor az egyik ö, bajtársamnak a ö, falujába, Beszercem mellett, igen, Somogyba, Berzenccel mellé egy kis faluba megérkeztünk, és ö, hát ott ö, gyors, gyorsan kiderült a, a papíromnak a hamisága, és egyéb, de ez másik történet, akkor hadbíróság, és gyorsítélettel azonnali frontra szállítás mellett döntöttek a főbelövésünk helyett, és az már a fogság időszakába és történetében. Melyik, fr melyik, frontra lettél azonnal vezetni? Melyik frontra? Nagy mellett, Berzencei. Onnan jöttek a bolgár-orosz... Bolgár-oroszok, ugye a dráva melléki térséget szembe Gólával, és ott már a usztaság és a magyar nyilasok teljesen átvették, ugye ez egy másfél vármegyés maradék Magyarországnak volt a területe. De akkor ez már február, vagy február? Ez télvége, kora tavasz volt, igen. És akkor egy bevetéssel is volt? Voltak konkrét bevetése? Hát, hogy ne? Lövészárokba? Hát, hogy ne? Hát oda vittek ki a tárgyalás után azonnal. Semmivel érkeztem haza, szétrombolt világba, nagyon bizonytalan családi és megélhetési körülmények közé. Hát, Hoztam magammal olyan több hónapra szóló betegséget, teljes testi leépülést, leromlást, amiből anyám nagy nehezen néhány hónap alatt kimentett engem, és utána kezdődhetett el ez a pseudo békés indulása az életemnek. Közben szüleim. Nagyon-nagyon lent voltak apám nem sokkal halála, előtt bátyám reménytelen távol fogságba. Tehát nekem is tulajdonképpen az életet aktivitásból a legesleg alulról kellett kezdeni, tehát a fizikai munkánál. Vállaltam mindenfajta fizikai munkát, ami nem volt könnyű azért Szexárdon, ahol születtem, mindenki ismert, tehát egy teljesen új lélektani pillanat is volt részemről is, a felállásom és bemutatkozásom Szexárdon ezen a szinten. Most a burgonya begyűjtés például? Az egy későbbi etap volt, amikor már meg tudtam valamilyen hivatalos munkába kapaszkodni a legeleje, az a közvetlen fizikai munkának a területe volt, amivel segítségemre jött a régi és a háborúba elhalt és korán meghalt barátom, a Uri testvéreknek a Legfiatalabb tagja élve, túlélte élelmesen a háborút, és megérkezett egy gírhes lóval, meg egy szekérrel, és ő elkezdett egy fuvaros munkát. Így mászott ki a háborúból, és ezen a szinten elkezdte az életét organizálni, én ő hozzá betársultam, segítőként, szállító munkásként, mindenféle munkát vállaltunk, szállítási munkát a városba, ez ment egy darabig, bizonyos mértékig termelékeny munka is volt, közben folyt az egész országba a begyűjtéseknek a megszervezése, ami vidéki városokba hát megteremtette ugye a közelátási fel, feladatok ellátására hivatott akkori hát átmeneti hivataloknak a működését. Én nekem sikerült valahogy csatlakoznom ehhez a munkához, a közel, helybeli közelátási felügyelőségnek a, az úgynevezett kiszállási ö, csoportjába bevágóta, annyit jelentett, hogy nekem hivatalosan csak alig néhány napot kellett töltenem Szexárdon. Egyébként a működési területem ö, a, a megye volt, ahol a különböző begyűjtési ö, vállalkozásoknak és előírt begyűjtéseknek a mechanizmusát kellett nekem kiszállóként faluról falura, helységtől helységig ellenőrizni, ami egy olyan életforma volt a háború önmagába mozgásra és ide-oda vándorlásra és egy betervezett bizonytalanság életmódját biztosította számomra, hogy a egyik nap itt végeztem a dolgomat, itt aludtam, következő nap ott. Ez egy napi életemet alapvetően ízlésem szerint determináló külső körülményvilág volt, sosem szerettem, nagyon-nagyon tartósan, és előírt direktívák szerint élni itt vagy ott, hanem mindig a pillanat adta lehetőségek, új feladatok és új kalandok. Körülményeit biztosította számomra emberi találkozásoktól kezdve, szerelemig, tulajdonképpen egy olyan oldottságot, ami a háborúnak a masszív és Direkt helyhez kötöttsége és veszélyvilágától nagyon egészségesen különbözött ez a vándor élet, ami akkor nekem egy hosszabb időre adódott ezzel a munkaféleséggel, természetesen abban a háború utáni légkörben és jogrendben, amelyik a kilengéseknek széles panorámáját, hát biztosította az ember számára is, eh, tulajdonképpen a, a, a szenvedések eh, tablóját is eh, olyan panorámává eh, eh, tette élményszerűvé az ember számára, amit eh, én később nagyon eh, sokszor, eh, eh, hát haszonnal tudtam magamba íróként eh, eh, felhasználni, mert még egy ilyen társadalmi közegben is azért keveseknek adódott meg, vagy kevesebbeknek adódott meg, hogy ezt egy széles és szinte naponként, vagy hetenként változó körülmények között élje meg. Tehát majdnem olyan volt ez nekem, mint egy nagy nagyon gazdag vásár, amiben én bolyonghattam, és valami feladatom is, pozitív feladatom volt. Én ezt könnyű szívvel vállaltam, olyan volt, mint egy anyaggyűjtésnek egy rendkívüli izgalmas és változó világa. Ebben beletartozott a éppen forrongó társadalmi átalakulásnak és mozgásoknak teljes spektrumát közelről tapasztalhattam, élhettem meg. Ez volt a ki- és betelepítéseknek a korszaka. És Schwab, a... Schwab kitelepítés. Schwab kitelepítés, a csángóknak a betelepítése, tehát egy állandó társadalmi mozgás, iszonyatosan színes, kaválkádjába kellett, masszívan végezne egy olyan munkát, amelyik a mindennapos élet fenntartását próbálta rendszabályozni, beletartozva mindebbe a politikai kötelezettség, amit ránk mértek, szabtak büntetéskép, tehát a jóváltételi szállításoknak egész politika világa, aminek a gyakorlata természetesen alulnézetből, ahonnan én láttam, és ö, ö, alsóbb szervezésében kellett részvegyem, részvegyek, ez egyáltalán nem volt egy, egy derűs dolog, de ugyanakkor súlyába ö, ö, nagyon fontos volt. Tehát nem érezhettem azt, hogy egy, egy tét nélküli, könnyű, hivatalos munkát végzek, hanem nagyon fontosat. Ami mellett megkaptam ennek a munkának azoknak az emberi drámai vagy tragikus vetületeit, ami nélkül lényegesen szegényebb volnék életismeretbe, az emberi szituációba való bepillantás. Ö, olyan ö, spektrumát ö, kaptam meg akarva és akaratlan, ami nem volt bekalkulálva azért így az én életembe, és ezt utólag különösen úgy vehetem, mint hogy ö, érintés ö, közelbe, közvetlen forrósággal vettem részt jelentéktelen alkatrészként ebbe az átalakulási időszakba. Talán ez keltheti azt a benyomást, hogy nem tudom milyen szintű rálátásom van ennek a belső emberi megértése, pedig ez egy teljesen véletlen dolog volt, és belső szándékaimtól Azért messze első volt. Ebbe belemártottam. És ez erre azt mondhatom, hogy nem volt hiába. Utólag ezt mondhatom. Ezt elég hosszú ideig, több hónapig csináltam. Malom ellenőrség uh, is, vagy ez egy más? Uh, a malom kiegészítő munkája volt ennek, annak megvolt a maga ellenőrző, apparátusa, ebbe az apparátusban dolgozott Sziláid Dezső barátom közvetlenül, mi inkább a, a gazdasági anomáliák lehetőség világába vadásztunk, és az volt ránk kiosztva, tehát nekünk működésünkben volt közös munkaterületünk a úgynevezett malomellenőrökkel. Mi is bele kettünk, abba a közigazgatási eh, ellenőrzési munkánk eh, során, tehát a kettő össze tudott eh, mosódni. Hát így eh, az irodalomba is eh, egy-két helyen eh, tudtam jegyzeteket, illetve beépíteni olyan részleteket, amit erre a eh, köz, munkásságomra, ha szabad így mondanom, utalhat, amikor közellátási ellenőrző szerepbe mártottam, keveredtem bele ilyen malom ellenőrzési dolgokba, illetve a jóváltételi szávi, szállítások bonyolításába. Ugye azt is talán valahol megemlítettem irodalmi vetületbe, is, hogy olyan esetekben is helyt kellett állni az embernek, amikor összeütközésbe vagy ellentétbe kerültünk a szovjet megszálló emberekkel, parancsnokokkal, a helybéri, mint nálunk Szexárdon, a megyei hadi szállítások, jóvátíteli szállítások vezetőivel. Én Pesti összekötetésem egyik vonalán el tudtam érni, hogy egy nevemre szóló lapengedét adtak abba a koalíciós felállási magyarországi politikai időbe. Akkor egy kis újság beindítására kaptam lapengedét, amit Szilágyi Dezső barátommal szerkesztettünk. Az ketten. Az azt egy, ti írtátok. Elejtől. Hát a lényegében ketten csináltunk a szexádi eh, Molnár nyomdába. Eh, ez egy, eh, bár a lap, a kisgazapárt eh, lapja volt ugye a eh, de kikötöttük, hogy pártól függetlenül egy önálló eh, megyei lapként eh, indítjuk meg, ehhez végig ragaszkodtunk, független volt ebbe a koalíciós időkben, amikor át a kisgazapártnak másfajta renoméja volt, meg politikai lehetőségen, mint ma. Akkor az egy pozitív fordulat lehetőség volt a politika életben, becsülettel lehetett vállalni a programját, és ezt a munkát körülbelül két éven keresztül végeztük, az általunk szerkesztett lap egy objektív, de kritikus hangú megyei lap volt, amely hát nagyon árgus szemmel volt figyelve a helybéli konista eh, kormányzat részéről állandó gyanakvással, eh, míg aztán eh, elkövetkezett egy olyan, eh, ez már a fordulat eh, előtti, egy olyan időszak, amikor a, a mi lap, lapunk hangvétele nem felhetett meg a politikai készülő politikai változásnak és tulajdonképpen letartóztatás árnyékába csináltuk. Én személyileg különösen, amit felismerve a lapot Dezsővel talán egy éjszaka felszámoltuk, a nyomdaköltségeket kifizettük, és én akkor döntöttem úgy, hogy Fogság utáni rövid időszak után eltűnök tökéletesen szexádról. És ezzel kezdődött meg az a hosszabb ideig tartó szexárdra visszatérés nélkül eltelt időszak, amikor politikai megfontolásból és önvédelemből. Mert bármikor utánam jöhettek volna, majdnem névtelenségbe burkolózva meg álnevek mögé és pseudo szerzők neve alatt kezdtem meg azt az első irodalmi életbe való pénzkereső munkámat ami a, hát főkép a, a bábszövetség e, e, időszakában meseírás és bábdarab írás felett. Dramaturgiai for. munka. Igen. E, és, e, és a rádió e gyermekosztályán még a boldogult e, kedves Páparelli e, égisze alatt Mindennapos munkák vállalásával fent tudtam tartani magamat, és hát ennek ami nyoma maradt a irodalmi működésembe az, hogy a meseírást kipiszkálta belőlem, amit ne, tulajdonképpen nem volt nagyon nehéz, és amit nem is kívánok visszamenőleg sem megtagadni, mert olyan a mesélés és formálásnak olyan lehetőségeit mozította meg bennem, amiben talán itt-ott az igazi birodalom fele is fel tudtam nyújtózni, tehát nem volt haszontalan. Csak visszatekintve rettentő kétségbeesett és... Keserves időszak volt, mégis megélhetés szempontjából, holott akkor voltam ö, olyan korú fiatal, aki a teljes szélességében tudta élvezni a főváros adta kulturális és egyéb lehetőségeknek a belső és külső élvezetét. Tehát egy nagyon frappírozó és nagyon dinamikus korszakom volt erre az időszakra, esik Allennel, feleségemmel való ismerke, ez a Darling korszaknak volt a időszaka. Amikor felkerültél Pestre, akkor te rögtön oda kerültél a Városmajor utcába, a Basféle házba? Nem rögtön, de nagyon hamaros, mert háború tánibb, időszakban is végigjártam illetve aztán később együtt a Alennel jártunk végig jó pár. A lakást, ö, aztán közben történt a megismerkedésem ö, Baslórán, de akkoriban volt leáldozóba az alapítványnak a ideje, amikor Baslórán már Inkább a felszámolás problémájával kellett megküzdjön, és még a maradék pozíciójából és anyagi lehetőségéből egy ilyen utolsó ilyen díj, juttatás, félét határozta el magát, és amit meg is kaptam, még a felszámolás, előtt tőle, a Baumgart Alapítványtól. Én nekem akkor, akkoriban még dokumentálható, erőteljesebb olyan irodalmi hagyaték, nem hagyaték, hanem irodalmi produkt, nem tudtam szolgálni, Nurán bácsi ígéretesnek érzett vagy tartott, ezért érdemeltem ki ezt az utolsó eh, gesztust tőle, ami aztán végül abba konkludált, hogy az ő eh, családi házába a, azt az emeletet, amit a mai napig is eh, birtokolok, ez a nővéreiknek volt a eh, műterem lakása. Eh, azt egy eh, nap felhívott telefonon, hogy a szívesen átengedni nekem, mert a nővérei Olaszországba mentek ki, és bizonytalan, hogy mikor jönnek vissza. A feltétel az volt, hogy amennyiben a nővérek visszatérnek Magyarországra, én természetesen átadom a lakást. Hát egy legendás hely, így 45, 48, 49 ciged a város, meg össze 48, mert Tudomásom szerint ott nagyon sokan laktak. A Korbos, a Fodor András, talán a Lator is, vagy az, nem ez a műterem lakás volt. A... Nem, Annyian nem. mondták <kül> nekem, hogy ők laktak abban a zavaros időben ott a Lórik bácsi. Állandóan bejelentett ö, ö, lakásom végül is nekem az ő nővéreinek második emeleti lakása volt. Lorán bácsi, aki agregény volt, és egyedül élt, ő adta ki talán elsőként Fodor bandinak. Uh -huh. az első emeletet. Nem, az első emeleten a Lorán bácsi nővérei éltek, akik később. Olaszországban. Nem. Akik később Londonba mentek, mert Olaszországban az én lakásom. Ba, lakott két festő nővére. Ilyen sok nővére volt? Három, három lány és ő voltak testvérek. Tehát a két festő nő élt Olaszországba, azoknak a lakásába költöztem az első emeleten. A kitelepítések időszakában onnét kitelepített nővére és a kitelepítés után Angliába kivándorolt nővére lakott. De Loránd bácsi a két emeletes villalkás földszintjét birtokolta, és ott adta, adott ki lakást, amely lakás első és legtartósabb Tulajdonosa lakója Fodor Bandi volt, aki időnként a barátaival megosztotta ezt a lakást Domokos Mátyással Latorra. Az én lakásomhoz is tartozott egy úgynevezett cselédszoba, a hátsó traktusba, amit viszont az én barátaim és ismerőseim többek között, te is. <laughs> Nyilván egy, egy szexárról feljött fiatal aki a Újholt környékén ö, élsz, mint reménybeli író. Ágnes Balázs, Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, Lakatos Pista. Erről ez hogy kezdődött ez az ismerettség, vagy milyen volt ez eleinte? Az ismerettség Pestre felkerülésem. E, akkor tulajdonképpen mindjárt megtörtént, akkor volt a e, Újhold e, találkozóinak egy, egy helye, ez a belvárosi kázi, kávéházi irodalmi meg a darling e, időszaka volt. Megteremtődtek a barátságok, de az Újholddal való e, szorosabb kapcsolatom az e, sok emberi is talán szemléleti okokból sem uh, tudott uh, uh, szorosabbá válni, ami viszont nem akadályozta meg azokat az emberi kapcsolatoknak a kialakulását, ami uh, hát mégis megtörtént. Uh, talán uh, a darlingnak, darling, uh, darling uh, időszaknak az a oldott uh, légkörében, amelyik nem csoportok szerint hozott össze embereket, hanem a fiatal, dinamikus, életkorú azonossággal mi ott összekeveredtünk, mérhetetlen szemlélet és irodalmi nézetkülönbségek ellenére. Ebben az időszakban egyébként ezek a dolgok sokkal nagyobb az át, átcsapásnak a lehetősége, mint aztán később elkülöníti a csoportokat. Én általában a csoport nyáj lélektantól nagyon távol tartottam magam mai napig is, és ez az egész írói pályámra is érvényes. Valamilyen végleges pecséttel, voksal én sehová talán életembe nem kívántam tartozni, és ezért hálás vagyok magamnak, hogy sikerült megtennem. Ez sok emberi és baráti konfliktusnak a okozója, gyökere is tudott lenni, de látván egyébként magam körül, ahogy megöregedtem, van ebbe valami törvényszerű is, hogy így Hogy azért alakult. ebből ott volt a csodálatos fiatal Alán, aki egyébként súlyos beteg volt, és valóban, ahogy a Terész krónikájában le is írod, hát tétes, hogy nyilván, hogy te ápoltad. Tehát évekig kellett ápolni az Alent, mert nagyon beteg volt. Igen, hát ő egy nagyon súlyos, akkor alig-alig megoldhatónak látszó betegségben szenvedett, amit viszont halatlan lélekerővel, valahogy mintha ki tudott, tud, ki tudott volna tudni magából, mert is még mai napig is együtt élünk, és együtt vagyunk, és ez a viharverte, nehéz, korai korszakán, orvosi és emberi és mindenféle szempontból is lehet mondani az egyre növekvő szellemi aspirációja és, és terület, amin dolgozik, azt mutatja, hogy ezen a tragikus etapon, ha nem is rövid, idő alatt, de túlléptünk, és ő is túllépett rajta. Ja, ebből a újhol társaság, amikre azt lehetne, hogy Pilinszki, Rába, Véggyuri, hogy volt -e ezek között egy valaki, aki ugye azért ugye szíve hogy közelebb állt hozzád? Aki... Hát nézd, tulajdonképpen talán ne, Nemes Nagy Ágnes volt, akit első pillanattól kezdve minden érdesség és élesség mellett is éreztem, hogy ő az a ember alkotó típus, akivel nem és mentesen, de mélyebb vonulatában rokonságot éreztem. És szegény már nincs közöttünk, de azt gondolom, hogy ő sem tagadta, tagadná talán azt meg, hogy benne is volt valamiféle ilyen érzés velem szembe. Sokat harcoltunk. Ez egy harcos barátság volt közöttünk. A harcaink mindig eszmeiek, elméletiek voltak. Sosem a személyes emberi dimenzióba támadt közöttünk ellentét, hanem mindig egy emeltebb dimenzióba. És már magában, önmagában ez, hogy egy emeltebb dimenzióba, korrektül, gentlemanként, egymás becsülve tudunk vitatkozni, ez egy éltető, dinamikus dolog, és aránylag ritka, mert mindig az alacsonyabb rendű emberi Kispiszkosságok és ellentétek tudják emberek között megrontani a viszonyt. És ilyen megromlott viszonyokat én sem produkálni, sem tartósabban elviselni képtelen vagyok. Pláne előhívni nem. Azért én nagyon szépen mondtad ezt, nagyon szépen festetted meg a Zágnesével a barátságod, summa summárumját. De és ez most nem a nemes nagy Ágnes, hanem amire te azt mondtad, hogy ez a branch vagy a szekértábor, amiben te csak úgy szélről voltál jelen. És én úgy tudom, úgy sejtem, hogy és ezt talán szemére nem is lehet lebontani, hogy téged ők mondjuk ellentétben a Mándival és ellentétben az Ottlikkal téged a művészi produkcióidat méltányolták, méltányolták, de valami rezerv volt. Vagy a Miklós egy olyan modernista, vagy vagy olyan. Szóval ö, valami el, el, eldöntetlenség bujkált mondjuk a lengyel balázs fejébe, aki azért mégiscsak az ideológusa volt ennek az újholnak. Lehet, hogy nem a balázs volt ez, aki ezt hátad de... mögött vagy szembe ezt kimondta. Egy ilyen rezerv természetesen megvolt, anélkül az emberi felhang nélkül, ami viszont Ágnesel kezdettől fogva és legvégig mindenféle csoporthoz tartozásnak a szempontjai nélkül, Ágnesbe is nyilván megvolt. De ezt én felém soha nem játszottak ki nyíltan és pláne támadólag. Az, hogy ők ennyire irodalomtörténetileg is görcsösen szinte kihangsúlyozzák az új, és kihangsúlyozták az újhold körének egy zártabb világát, ez inkább egy egy korábbi etapra volt ezekre egy e, 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 csoport lélektanát, ha elemezni akarom, mert tulajdonképpen a forradalom után az ő immár irodalomtörténetileg múltba süllyedt szereplési korszakok után, amikor lehetővé vált ennek az újhold csoportnak, az újraélesztésének a kísérlete, ez már messze menően nem egy ilyen zárt, zárt egylet volt, ami a maga idejébe az akkori körülményeknek megfelelő zártságba mégiscsak indulni próbált, hanem kénytelen volt al alkalmazkodni az egész magyar irodalom új elrendeződésének és új hangsúlyének figyelembevételővel, mint ahogy a, ezt a ö, Most az Újhold évkönyvről beszélsz már. Igen. Amikor az Újhold ebben a formájában újraélesztette magát, ez már csak nevében ö, Emlékeztet a régi újholdnak bizonyos e, zártabb követelmény e, és érték e, világára. Ez egy e név alatt egy újabb, a korhoz jobban alkalmazkodó, irodalmi világához jobban alkalmazkodó vállalkozás volt. Az első e, e, számok e, néhány. E, háttér motivációjától eltekintve szélesedni tudott idővel a maga rövid időszakú megjelenési periódusában. És ehhez az újholhoz már én is tudtam az ő kérésükre néhány publikációval hozzájárulni. Ami a régi újholthoz számomra nem volt adva és nem volt szándékom.